Év végére térfigyelő kamerák pásztázzák majd végig Szatmár Németit. Jelenleg 66 kamera figyeli a város főterét és a fontosabb útkereszteződéseket. Néhány hónap múlva azonban további 73-at szerelnek fel. A több mint 1 millió eurós projektet uniós pályázatból fedezik. Valós időben vették észre ezt a közúti balesetet a megfigyelő szobában a szolgálatos helyi rendőrök. Az eset után azonnal értesítették a mentőket és a forgalmi rendőröket. Október 1-e óta, amióta felszerelték az első kamerákat, mostanáig több mint 8000 esetet észleltünk. Ezek típusa változó. Voltak bűncselekmények, apróbb kihágások, szabálytalanságok. Ezeket mi mind valós időben tudjuk jelenteni. Telefonos bejelentések következtében vissza tudjuk nézni, hogy mi történt egy bizonyos helyen. 100 bűncselekményből 60-at a kamerák segítségével oldottak meg, szóval nagyon hasznosnak bizonyultak. Az év végéig a lakónegyedek, a parkolók, valamint a szamosparti töltés is állandó megfigyelés alatt lesz meg. A lakosok abban bíznak, hogy így a bűnözőket is hamarabb kézre kerítik, és a közúti forgalomban is nagyobb lesz a rend. Nagyszerű ötlet, főleg a gyalogosok és a kerékpárosok járnak jól. Remélem, a kamerák elriasztják a szabálytalanul vezető sofőröket is. Hát, ha tanulnak majd a hibájukból. Ha kamerák vannak, már nem lehet urambátyám stílusban elintézni semmit. Megjön a kép, hogy szabályellenesen viselkedtél, és azt nem lehet letagadni. Az új kamerák még élesebb képet rögzítenek a jelenlegieknél, sőt, már éjjellátóak is lesznek. Egyes lakosok szerint a kamerák hasznosak, de önmagukban nem elegendőek. Bizonyos szinten nagyobb biztonságban érzem magam, de véleményem szerint a több rendőr jelenléte jobban, nagyobb mértékben befolyásolná a közbiztonságot. A kamerák által rögzített képeket legalább egy hónapig tárolják, és ezeket csak a rendfenntartó szerveknek adják ki. Így a személyiségi jogokat is védik.